Köszöntöm a Kölcsi Televízió nézőit, ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 39 érmet szereztek a megye sportolói a diákolimpiai döntőkben. 5. szezonjára készül Kuvaitban a kapusedző Vadon Lajos. Meghosszabbította NV1-es tagságát a nyírbátori pingpong csapat. 3 országos döntőben fújta a sípot az elmúlt szezonban Makrai Márton. 100%-os teljesítménnyel jutotta fel az NB1-be az apagyi asztali teniszezők. 39 érmet szereztek az elmúlt tanévben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sportolók a Diákolimpia országos döntőiben. A különböző sportágokban a selejtezőktől a finálékkal bezárólag közel 12 000 vettek részt. A tavalyi évhez hasonlóan megint egy nagyon eredményes tanév van mögöttünk a diák sport területén, és büszkék vagyunk a megyei sportolóinkra, mert mind az országos döntőkben, mind az országos elődöntőkben és a megyei döntőkben is olyan teljesítményt nyújtottak, amelyel azt hiszem, hogy felhívták magukra nem csak a megye, hanem az ország sportéletének is a figyelmét. Rengeteg érmet szereztünk, és én külön kiemelném egyébként itt az éremszerzők között például a Vásárosnemény és Ibrányi úszókat, akik az országos döntőről egy éremesővel jöttek haza. Ennek tükrében, vagy ezzel együtt ebben a tanévben 12 arany, 14 ezüst és 13 bronzérmet szereztünk az országos döntőkön és a megyei döntőkön, meg az országos elődöntőkön természetesen még több érem átadására került sort, amelyre nagyon büszkék vagyunk, és amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, emellett az mindenképpen kielendő, hogy majdnem 12 000 gyerek érintett volt a diákolimpiai sportágakban, és azt hiszem, hogy ez egy akkora szám, amelyre méltán felkapja bárki a fejét. Az úszást említette mellette, melyek azok a sportágak még, amelyekben akár lehet azt mondani, hogy hagyományosan jól szerepelnek a megyebeli sportolók? Sok ilyen sportág van, hál' Istennek, de ha mindenképpen ki kell emelni egy párat, akkor egyrészt a labdás sportágakat kiemelném, hiszen ezekben országos elődöntőket is rendeztünk, például röplabdába, kosárlabdába, vagy akár kézilabdába is. Emellett az atlétika, és amit még most megemlítenék, az pedig a judó, amelyben országos döntő volt itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, méghozzá ennek Vásárosnemény adott otthont, ahol majd 600 gyerek vett részt, és egy nagyon jó sikerült, és egy nagyon, nagyon népszerű rendezvény volt. A gyerekek mellett a testnevelőkre, a testnevelők elhivatottságára, munkájára is szükség van ezekhez a sikerekhez. Ugye a megyei önkormányzat, a megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület minden évben díjaz megyebeli testnevelőket is. Ezek szerint ezen a téren sincs probléma? Hál' Istennek nincsen. Nagyon büszkék vagyunk a testnevelőinkre, kimagasló szakmai munkát végeznek, ez természetesen az eredményességben is látszik. Ennek megfelelően ebbe az évbe is díjazásra kerültek ezen testnevelők, ezen kiemelkedő szakmai tudással rendelkező testnevelők, 6 testnevelő kapott díjazást, és amit még külön megemlítenék, hogy az országos közgyűlésen, a Magyar Diáksport Szövetség közgyűlésén, küldött gyűlésén Bohás Csabáné fehér gyarmati testnevelő kapott külön elismerést, akinek ezúton is szeretnék gratulálni még egyszer. Létesítményekre is szükség van az eredményekhez. Ugye néhány évvel korábban nem nagyon lehetett volna elmondani, hogy megyebeli úszók szerepelnek nagyszerűen, hiszen nem voltak adottak a feltételek, de az elmúlt időszakban nagyon sok tornaterem, tornacsarnok épül, és úszodák jelenleg is épülnek. Ez még pozitívabb jövőképet vetít előre? Igen, hál' Istennek ezt nyugodtan mondhatom, hogy a kormány törekvései abszolút összhangban vannak a sportéletnek a törekvéseivel, és akár a diáksportnak, akár egyéb sporttevékenységekről beszélünk. Nagyon örülünk ezeknek a fejlesztéseknek, valóban több úszodának vagy tornacsarnoknak az építkezése, alapkőletétele megkezdődött már ebben az évben, és ez mindenképpen javítani fogja azt az infrastruktúrális hátteret, ami a diáksporthoz is szükséges. Itt külön kiemelném azt egyébként, hogy az intézmények, önkormányzatok eddig is nagyon pozitívan álltak a diáksport tevékenységhez. A helyszíneket biztosították számunkra legtöbbször természetesen térítésmentesen, amely egy nagyon nagy segítség a megyei Diáksport Egyesületnek. Ez biztos, hogy így lesz a jövőben, és együttműködéseket tervezünk a későbbiekben megkötni Nyíregyháza megyei jogú várossal is, aki eddig is támogatott bennünket, a járási központvárosokkal is szeretnénk, és természetesen nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a megyei önkormányzattal egy nagyon élő és nagyon hatékony együttműködésünk van, és a Kölcsei Televízióval is megkötésre került ebbe az évbe egy együttműködési megállapodás, egy 3 oldalú, amelyben a Magyar Diáksport Szövetség, a Kölcsei Televízió és a Megyei Diáksport Egyesület a 3 aláíró fél, és ezáltal is szeretnénk népszerűsíteni és előrelépni a diáksport életben itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
A gyerekek még a színidőt töltik, de a tanév kezdetével elkezdődnek majd selejtező szintjén a diákolimpiai versenyek is. Rendezést tekintve milyen elképzelésé vannak a megyei Diáksporti Szabadidő Egyesületnek? Hát mindenképpen szeretnénk azokat az országos elődöntőket megrendezni, amelyekbe idén, illetve tavaly is már jeleskedtünk, tehát szeretnénk akár kézilabdába, kosárlabdába, röplabdába országos elődöntőket rendezni, illetve az úszás országos döntőjét szeretnénk Nyíregyházára hozni, és továbbra is terve van az, hogy egy összevont labdajátékok országos döntőt is megrendezünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amely egy nagy falat, de úgy érezzük, hogy felkészültek vagyunk rá. 5. szezonjára készül a kuwaiti Kaiten csapatánál Vadon Lajos. A Nyíregyháza Spartacus korábbi játékosa, majd kapusedzője a Perzsőből partján is figyelemmel kíséri a megyei futball történéseit. Így a nyári holtidényben a külföldön játszó futballisták és a külföldön dolgozó szakemberük is általában idehaza töltik a szabadságukat. Te 4 évet töltöttél már egy kuwaiti csapatnál. Kezdjük az elején, hogyan kerültél ki egyáltalán az öböl menti országba? Kuwaitban van egy kapus barátom, Albert Andris. Az ő kezébe jutott el a szívim. Aztán az ő segítségével kerültem ki, akkor még a másosztályú Ketán csapatához. Milyen az élet külföldön futball edzőként, kapus edzőként? Kicsit másabb, mint itt. Természetesen meg kell szokni, alkalmazkodni kellett a ottani körülményekhez, ami nem egy egyszerű európai ember számára, de ha az ember tud alkalmazkodni és akar, akkor egy élhető világot ismertem meg Kuwait országában. Milyenek a kuwaiti futballisták? Ugye a arab játékosokról sok legenda és igazság kering, hogy nehéz őket rávenni a munkára, viszont láttunk már világversenyen olyan csapatot, aki azért megnezítette eléggé nevesebb csapatok dolgát. Ez mindig az. Van nálunk egy nagyon ügyes kis srác, 18 éves, már olimpiai csapatban csapatkapitány karszlagot viseli, viszont van, mikor nem jön edzésre, mert éppen ő elaludt a délutáni sziasztán, és nem ébred fel edzés kezdetére. Tehát vannak nagyon ügyes gyerekek, viszont vannak, akik hobbi szinten űzik, vannak, akik, tehát érdekes a felfogásuk, mert van, mikor lecserélik a játékost, amivel ő nem ért egyet, aztán, hogy jön a pályáról, megy be öltözőbe, veszi el a terepjáró kulcsát, és megy haza, és nem látjuk 2 hétig. Volt már ilyen is. Milyen a magyar labdarúgó szakemberek és azonban a kapusedzők megítélése abban a régióban? Kicsit veszettünk a nimbuszunkból, az igazság. Volt időszak, ezelőtt olyan 8-10 éve, mikor a Szalmiánál 8 magyar edző dolgozott. Most csak 2 vagyunk kint kapusedzők Kuwaitban. Igyekszünk a nevünket öregbíteni. Segíthet-e ezen a megítélésen a magyar válogatott Európa-bajnoki szereplése? Bízunk benne, mert amit csináltak a fiúk kint a franciaországi EB-n, az megsüvegelendő. Az éghajlat azért nagyban meghatározza, gondolom, az edzésmunkát és a meccsek időpontját. Hogyan néz ki egy nap vagy egy hét? Így van. Most nyáron, mikor árnyékban van 50 fok, akkor általában szünetel a bajnokság, tehát május, június, júliusban nincs se edzés, se bajnokság. Augusztusban szoktuk elkezdeni, akkor ilyen még meleg van, este szoktunk edzeni, tehát ilyen 7-8 óra körül. Amikor ramadán van, akkor természetesen ez egy más világ, mert akkor este, illetve éjszaka, mert 10 órakor van edzés, volt már ebben is részem. Úgyhogy viszont tényleg nagyon figyelni kell a éghajlatra, mert európai ember ezt nehezen viseli, látszik is ezen, mert az idén volt egy szlovák játékos, tavaly pedig egy svájci játékos Európából. Inkább a profik Afrikából, Brazíliából kerülnek ki. Mennyire hiányzik a magyar futballközeg, mennyire kíséred figyelembe az itthoni klubfutball történéseit? Amit a neten el lehet érni, azt a helyi megyéből, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, a megye 3-tól elkezdve a válogatottig mindent figyelmetül kísérni, viszont hiányzik a itteni futball természetesen. Milyen hosszú távra tervezel Kuwaitban, hiszen azért ez a 4 év azt jelenti, hogy elismernek, megbecsülnek? Igen, úgy érzem én is, hogy elismernek és megbecsülnek. Nálunk mindig 1 évre hosszabbítják a szerződést. Tehát most, ha visszamegyek, akkor a jövő nyárig van szerződésem, aztán meglátjuk. De igaz ebben, hogy most lesz új elnökségválasztás, és bízunk benne, hogy a jó fogunk tudni együtt dolgozni az elnökséggel, és számítanak rám sokáig. Van még esetleg olyan terved, elképzelésed, hogy visszatérsz a magyar futballba? Hát a szívem csücskében, megmondom őszintén, van, de aztán, hogy ebből mi fog megvalósulni, az a jövő zenéje. A
minimális célt a bennmaradást elérve a 10. helyen végzett az NB1 keleti csoportjában a nyírbátori aszlai teniszcsapat. Az egyesület két fiatal versenyzője, Molnár Dávid és Tölgyes Dorottya a korosztályos Európa-bajnokságra készül. Itt kettős cél volt nálunk. Az egyik az, hogy a biztos bennmaradást tudjuk az extra, illetve az NB1-be nyújtani. Ez egy alapkövetelmény volt, mert erre szükségünk van, erre a szintű megmerettetésre, a másik pedig az utánpótlás nevelés volt a célkitűzés, és minél eredményesebb szereplés ezen belül. A tavasszal két nagyon jól sikerült rendezvényünk volt, a Serdülő 20-as bajnoksága, amin a nyírbátori Molnár Dávid első lett, megnyerte ezt a versenyt, a másik pedig az újonc 20-as bajnoksága, amin a nyírbátori Laskai, illetve Tölgyes Dorottya második lett, a nyíregyházi Laskai Iris pedig első. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon komoly siker a megyének, ilyen azt hiszem még nem volt, hogy két dobogós legyen egy országos ranglista versenyen. Hát most ez egy ilyen történelmi tett volt a részünkről. A csapat bennmaradt az NB1-ben, mennyire volt nehéz megszerezni a bennmaradáshoz szükséges helyezést? Az az igazság, hogy nem volt könnyű, mert egy kicsit nem nagy képviségből, de talán alul értékeltük az NB1-nek a színvonalát, de időközben olyan változások lettek, hogy elég sok csapathoz jött haza külföldön játszó játékos, ez alapvetően felborította a papírformát, valamint nálunk két esemény jött közbe, az egyik a Zolinak a gerinc sérvének a kiújulása, ez sajnos azt eredményezte, hogy november közepétől nem számíthattunk rá, a másik pedig a Kis Zsolt és a Tóth Gabi már akkor lehetett látni, hogy Németország felé kacsingat, és talán egy picit megzavarta a fejeket ez az esemény, és ezért kénytelenek voltunk egy játékost igazolni a Sallai Zoli helyett, hogy a célkitűzéseinket tudjuk tartani. Ez sikerült is, bennmaradtunk, és most itt ez a lényeg. Mit lehet tudni a jövőről, kik alkothatják a következő szezonban a nyírbátori csapatot? Most úgy néz ki, hogy egy helyen történik változás. A német Jánossal valószínűleg, hogy nem fogunk újra szerződést kötni, hiszen az ő igényei olyanok, amiket azt hiszem, hogy nyírbátor nem fog tudni teljesíteni. Helyette van egy hasonló szintű, de kevésebb igényel, anyagi igényel fellépő játékos, és azt gondolom, hogy vele meg fogjuk tudni oldani ugyanezt a kérdést, tekintve azzal, hogy bár ugyan a Kis Zsolt és a Tóth Gabi elment tőlünk, de Molnár Dávidnak a fejlődése úgy néz ki, hogy töretlen, és az, amit elvesztünk a két játékos által, azt a Molnár Dáviddal fogjuk tudni pótolni. Ezen kívül a csapat többi tagja az marad, Benyovszki marad, Sallai Zoli valószínűleg, hogy rendelkezésünkre fog állni, és ezen kívül a Bánhidi Emil és a Szeles Balázs az, aki azt gondoljuk, hogy feljöhet a, vagy felnőhet a feladatokhoz, megpróbálunk e felé menni, és reméljük, hogy egy nagyon jó nyári felkészüléssel ez sikerül. De Molnár Dávid most is válogatottal edzőtáborban van Mátraházán, ő készül az ifjúsági és serdülő Európa-bajnokságra. Hát nem irigylem éppen ebben a nagyon nagy melegbe adta ezt a kemény munkát tőle, de mindenképpen profitálni fog belőle egyrészt az egyéni versenyeken, másrészt pedig a NB1-es bajnoki mérkőzéseken. A nyírbátori klub régiós edzősközpont is, és ugye az utánpótlás nevelését mondtad, kiemelten fontos. Akik távoztak, azok edzőként is dolgoztak, kikkel fognak készülni a gyerekek a jövőben? Egy nagyon komoly felkészültségű szakemberrel vagyunk tárgyalásban. Rozsnyói Tibő, ő eredetileg miskolci, aztán utána Szegeden, aztán Győrbe tette Magyarországon le a névjegyét, utána kikerült Németországba, és a Jülékkel bajnokcsapatot nyert, de a Würzburggal is tudott bajnokcsapatot nyerni, illetve német bajnokságot nyerni, valamint a Tukumba győztes is volt, meg többszörös döntős a csapatával. Utána Katarba tette le a székhelyét, mert a katari válogatott hívta, és 10 éven keresztül volt kint. Aztán most elérte a nyugdíjas kort, és úgy döntött, hogy hazajön Magyarországra.
mi megtaláltuk, és úgy gondoljuk, hogy az ő szakmai tapasztalata és múltja alkalmas arra, hogy a Nyírbátor és Panzás körzetéből levő gyerekeknek tudjon nagyon komoly felkészülést biztosítani. Szükségünk is van rá, hiszen Tölgyes Dorottyát meghívták a Strasbourg-i Mini Európa bajnokságra augusztusba, ahol nagyon komoly megmérettetés vár rá, hiszen Európa legjobb asztali teniszezőivel kell neki felvenni a korcsoportjába a versenyt, és ehhez mindenképpen nagyon komoly munkára van szükség. Ezen kívül a Fekete Soma, aki már évek óta jár ide Nyírbátorba, és segített annak idején a Majoros Bencének is elég sokat felkészülésbe, meg nagyon megszerették nyírbátori gyerekek, és azt gondoljuk, hogy vele meg fogjuk tudni még oldani ezzel a két ember a pótlását Tóth Gabinak, meg a kis Zsoltinak. Az elmúlt szezonban három országos döntőben fújhatta a sipot Makré Márton. A 27 éves kosárlabda játékvezető szerepet kapott a fiúk serdülő és kadett fináliában, valamint a Diák Olimpia negyedik korcsoportos döntőjében. Hát tulajdonképpen én már gyerekkorom óta kosárlabdázok, ezt töltötte ki az életemet, és nagyon sokáig, mint játékos, mint profi játékos ibabérokra törtem. Volt is két év, amikor az NB1 A-csoportban játszottam itt Nyíregyházán, illetve NB1B-ben is szerepeltem, és NB2-es bajnokságban is. Utána az öcsémnek a hívószavára döntöttem úgy, hogy elkezdek játékot vezetni. Először csak egy kis zsebpénzkereseti lehetőség reményében, utána pedig, ahogy egyre jobban megtetszett a dolog, úgy egyre jobban komolyabb. Tehát egyre komolyabban vettem, és egyre komolyabb célokat fűztem hozzá. Mi a vonzó a játékvezetésben, hiszen azt mondják, a játékvezető a pálya tartozik, viszont nem biztos, hogy a legnépszerűbb ember a pályán lévők közül a szurkolók körében. Így van, hát az első és legfontosabb vonzóerő számomra, hogy a pálya mellett maradhattam, és ugyanígy ebben a közegben maradtam ezáltal, hogy átnyergeltem a játékvezetésre. Minél több meccsen tudok részt venni, minél több meccset látok, minél többet vagyok a kosárlabda mellett, annál jobban érzem magam. A játékvezetőnek is végig kell járni a szamálétát, mint a játékosoknak. Te hol kezdted és hol tartasz most? Én 2014 februárjában, márciusában kezdtem fújni. Természetesen a legalsóbb lépcsőfokon, regionális bajnokságok, tini, illetve előkészítő bajnokságokban, edzőmeccseken. Most is még jelenleg regionális szinten vagyok, de jövőre már az NB2-ben fogok sipot fújni. Az idei év ilyen szempontból azért nagyon sikeres volt, de veszünk meg a tavalyi esztendőről is, hiszen ott lehettél a középiskolás világjátékokon. Az milyen élmény volt, milyen tanulságokkal járt? Hát szinte még teljesen úgymond tejfölös szájokén mentem ki, és hát hatalmas élmény volt mind utazásban, mind látni ezeket a szenzációs játékosokat, akik ugye még csak középiskolások voltak, de hát már lehetett felfedezni ott, hogy egy-kettőből Euróliga szintű vagy NBA szintű játékos lesz, és ezeknek fújni mind férfi, mind lánykorosztályban egy hatalmas élmény volt. Egészen szenzációs játékvezetőkkel találkozhattam, és maga az egész olyan volt, mint egy nagy ilyen továbbképzés igazából, mert a meccseken kívül is, amit lefújtam, utána rengeteget beszélgettünk az ítéletekről, rengeteg meccset néztünk meg együtt, és az egészet így értékelve, tehát az egész olyan volt, mint egy nagy fejtágítás, szenzációs élmény volt. Az idei évben hogy nézett ki ez a három döntő, amelyiken fújtál, melyik miért volt érdekes? Először is meghívást kaptam a férfi, vagy hát fiú kadettkorosztálynak az országos döntőjére, ahol 8 csapat vett részt, többek között a nyíregyháziak is. Ott elődöntőig sikerült vinni, ahol a Vasas és a hazai csapatnak, a Debrecennek folytam az elődöntő mérkőzését, ami egy nagyon kielezett találkozó volt, egy utolsó másodpercben hagyta ki a Vasas az egyenlítési lehetőséget, úgy jutott be a döntőbe a Debrecen. Igazából ez volt az első torna, amikor hármas mechanikába fújhattam, tétszituációban is, két társammal együtt. Ez nagyon sokat számított, hiszen még ilyen sorozat terhelésben úgymond nem fújhattam hármas mechanikába, csak a felnőtt edzőmeccseket. A serülő döntő az azért volt kedves a szívemnek, mert ott egészen a döntőig sikerült vinni a dolgot. Én fújhattam a döntőt egy budapesti kollégával,
a harmadik döntő pedig egy 4-es korcsoportos diáklimpia volt Miskolcon, ahol végül a leány döntőt kaptam én meg, ami a Diós Győr, a hazai csapat és nem mondom már, talán valamelyik budapesti csapat között zajlott. Ez pedig azért volt érdekes, mert először a férfi döntőre írtak ki, de aztán, hogy a miskolci csapat bejutott lányvonal döntőbe, egy hazai játékvezetők ezt nem folyhatták, szóval így cserélnünk kellett. Én kaptam a nőit, és a miskolci játékvezetők kapták a férfit. Azt utánpótláskorú játékosként is megtapasztalhattad, hogy egy korosztályos vagy egy-egy korosztályos torna döntőjén a leláton sokkal komolyabb a hangulat, mint egy alacsonyabb osztályú meccsen. Ezt most játékvezetőként hogy éled meg a pályán? Engem abszolút motivál ez a drukk, amikor hangzavar van a nézőtéren, tehát az is jó, amikor egy üres lelátó előtt lehet folyni, mert abban is nyilván rengeteget lehet darulni, de mint játékosként, mint játékvezetőként teljesen más teltházas csarnok előtt játszani, mint egy az üres kongó lelátók előtt, és abszolút tényleg csak motivál. Olyankor abban a szituációban nem is arra figyelek, hogy adott esetben színnak, vagy mit csinálnak, hanem teljesen átadom magam a hangulatnak, és próbálok maximálisan a feladatra koncentrálni. Meddig szeretnél eljutni ezen a területen? Hát nyilvánvalóan, mint játékosként is, úgy játékvezetőként is a legmagasabb célt tűzöm ki magam elé. Hát mindig tűzöm ki az ember egy magasabb célt, és hogyha azt eléri, akkor elégedett lehet, ha nem, akkor is próbálja minél messzebb törni. Nemzetközi porondra szeretnék kilépni, mondhatom azt, hiszen ha már ebből az indítatásból akár egy NB1 átcsoportos szintig itt a Magyar Bajnokságban sikerülne odaérnem, akkor azt mondom, hogy már az egy elég jó szint, amivel már elégedett lehetnék. 100%-os teljesítménnyel végzett az élen az apai Aszlai tenisz csapat az NB2 északkeleti csoportjában, így Fodorék ősztől ismét az NB1-ben szerepelnek. 12 év után kiestünk, ugye ez nagyon nagy fájdalom volt a csapatnak. Kiesett a csapat, és egy játékos távozott tőlünk, a Belecki Dezső, aki paralimpikon. Helyette egy apagyi nevelésű játékos tettünk be, a Paul Tibort, de ennek ellenére a meglévő csapattagokkal együtt a bajnoki cím megnyerése volt a célunk. Ez össze is jött, mégpedig hibátlan teljesítménye. Ennyivel erősebb volt az apagyi csapat a mezőny többi tagjánál? Hát a látottak alapján ez annyira magabiztos győzelem volt minden mérkőzés, hogy tulajdonképpen senki nem volt, aki megszólítsa a csapatot. Sima győzelmeket arattunk, nagyon egységes volt a csapatunk, és kijött a osztálykülönbség, úgymond, hogy nagyon nagy a különbség az NB2 és az NB1 között. Ki volt a húzóember a csapatnak? Hát Nagy Balázs volt a húzóember, aki egyetlen egy vereséget szenvedett el a bajnokság során, viszont a többiek is nagyon jól szerepeltek, a Hodász Laci is, a Pór Tibi, aki elsővét nyomta, az meglepően jó volt, és a Fodor István is magabiztosan szerepelt. Az NB2-n kívül más osztályokban is indítottak csapatokat, azok, hogy szerepeltek? Hát igen, a megyében egyedül mi mutatjuk el magunkról, hogy ennyi csapatunk van NB-be, vagy összességében 4 csapatunk is szerepel, és NB3-ban is 2 csapatunk volt, abból az egyik a útfestők csapata az második helyen végzett, és feljutott az NB2-be. A másik csapat 6. helyet szerzett, de az reális is volt abban a csoportban, míg a megyei csapatunk 3. helyezést ért el a bajnokságban. Ugye NB1 következik, és meg kellett erősíteni a csapatot, kivel sikerült? Hát Szabados László jó voltából sikerült egy Miskolcról a Bari Csavit megszerezni, aki egy extraligás szintű játékos, és úgy gondoljuk, hogy vele kiegészülve nem lehetnének kiesési gondjaink az NB1-ben. Milyen erősségűnek ígérkezik egyébként az NB1-en? Nyír Bátor tavaly szerepelt hosszú idő után ebben az osztályban, és megkapaszkodott gyakorlatilag saját nevelési játékosokkal egy komolyabb erősítéssel. Félő, igen, mert az elmúlt években az látszik, hogy nagyon megerősödött az NB1, sok játékos hazakerült, extraligába nem férnek be, és lejönnek NB1-be játszani. Ennek a következménye volt az is, hogy mi NB1-ből kiestünk, hiszen a mi csapatunk azért nem volt annyira gyenge, de most sem lesz gyengébb, úgyhogy nagyon-nagyon küzdeni kell azért, hogy a biztos bennmaradást elérjük. Mi a helyzet utánpótlás fronton? Az utánpótlás vonalon ebben az évben ugye egész jó eredményeket értünk el, hogy a diáksport szinten a gyerekeink nagyon jó szerepeltek, országos szinten is, második helyezést értek el csapatba és egyénibe. Aztán most már bemutatkoztunk az igazolt versenyzők között is, 2 fiúval és 1 lány versenyzővel, közülük a kis Hanusság Fanni, aki még 2,5 évig lesz újonc a saját korcsoportjában, 3 verseny után a kiemelkedő eredményeket érte el országos szinten, és már 17. a magyar ranglistán. És ezáltal meghívták most is egy nemzetközi edzőtáborba a szövetség.
Úgyhogy bízunk benne, hogy a utánpótlásunk a következő években országos szintűre fog újra följönni. Ennyi fért a mai Sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.